Igencsak magasra lett téve a léc a Maribori Junior Európa-bajnokság utolsó egyéni napjára. Az addig lezajlott négy fegyvernemben kivétel nélkül éremnek örülhettek a magyarok, ami párját ritkító eredménynek számított. A hölgyek kezdték a napot, Kunanna remekelt, veretlen maradt. Anna könnyen vette az akadályokat, a 32 közi utásért egy izraeli versenyző győzött le, innen aztán már jöhetett döntőig az út. A csoportmérkőzéseken nehezen melegedtem be az asszokba. Persze sikerült mind az öt győzelmet megszereznem, de kicsit mérges voltam magamra, mert sokkal gyengébb ellenfelek voltak annál, hogy ilyen nagyon szoros asszokat kelljen vívnom. Így negyedikként jutottam a főtáblára, rögtön egy izraelivel vívtam, majd utána még egyel, és utána jött a két orosz. A második orosz ellen, a Kuzmenkovánál nagyon izgultam, mert egyrészt egy mumusom volt, eddig soha nem tudtam legyőzni, és nagyon-nagyon akartam egyrészt az érmet is, és hogy végre őt is legyőzzem, és mikor ez sikerült, nagyon boldog voltam. Megkaptam a taktikát mindenkitől, mint Attilától, mint a Kovács Iván vezetőedzőtől, és Csabitól is. Mindenki mondta, hogy mit, hogyan csinálok, és teljesen betartottam, és hát így simán sikerült legyőznöm. Én nagyon örültem neki, hogy ez így sikerült, és remélem, hogy ugyanígy így tudok tovább teljesíteni. Ez nagyon jó, fantasztikus élmény volt, nagyon-nagyon boldog voltam, és ahogy így körbenéztem, nagyon jó volt látni a könnyes szemeket, akik nekem szurkoltak, mint Attilának a szemét, mint a szüleim, mint az edzőtársaim szemében. A héten újra elkezdődött az edzés, most hétvégén lesz egy felnőtt GP, ott remélem ugyanúgy tudok 64-ben lenni, mint az előző világkupákon, és hát utána áprilisban pedig jön a világbajnokság. Remélem ott is éremmel térek haza. Anna legközelebb a felnőtt női párbajtőr válogatott csapat tagjaként utazik majd a következő versenyekre, és készül a közelgő világbajnokságra. Én úgy gondolom, hogy az Anna idén a felnőttek között is letette a névjegyét. 6 felnőtt válogató verseny volt idehaza. A 6 felnőtt válogatóból 3-szor állt a dobogon, 3-szor ezüstérmes volt, 3-szor volt 16-ban, ezzel összességében 4. a felnőtt ranglistán. Az azt jelenti, hogy a felnőtt csapatban már 2-szer kipróbálták, idén 1-szer sem vallott szégyent. Mind a két alkalommal egyéniben is oda tudott jutni a főtáblára, tehát azt kell elképzelni, itt felnőttben van egy 220 indulós mezőny, és ő megéli a másnapot, tehát eljut a legjobb 64-ig. És ott eddig a kétszer, amikor a 64 közé eljutott, egyszer a regnáló Európa-bajnoktól kapott ki, és az olimpiai ezüstérmestől a másik alkalommal. Tehát, és egyik alkalommal sem verték meg nagyon, de megverték, mert még nem volt elég rutinos hozzá. De én úgy gondolom, hogy Annának zökkenőmentes lesz az átmenet a felnőtt korosztályba, hiszen ha még ezt a egy junior versenyét letudta, ami a világbajnokság, ami azért számunkra nagyon-nagyon fontos, mind egyéniben, mind csapatban. Utána én úgy gondolom, hogy a felnőtt kapitány számít rá, ha most a legrosszabb esetet mondom idézőjelbe, akkor a bakui Európa játékokon fogja a felnőtt csapatot erősíteni. Ha jobban alakul, akkor azt most ki sem merem mondani, hogy mi vár még rá esetleg idén. Ebben az évben utolsó éves juniorként mindent megnyert Anna, amit lehetett, és ezek után már felnőtt pályafutására kell gondolni. Mivel több versenyen az ifjúságok juniorok között már lehetősége nincs bizonyítani tehetségét. Nagyon reméljük, hogy hosszú évekre alapembere lehet a magyar női párbajtőrvívásnak.